Megjöttünk Marosíjére, Betlen Gábornak a szobra, és Betlen Gábornak a szülőháza látható képen. Általában mi egy programot tartunk, hogy ne legyen olyan csak egy átfutás a házon, aztán meg se ismerik ezt a helyet, hanem hát tudják, hogy itt született Betlen Gábor, aztán azon kívül nem elég sokat. Éppen ezért illetve a házban van egy kiállítás, a kiállításon keresztül van egy nagy terem, ahol le lehet ülni, és akkor egy kicsit ott beszélek maguk egy kicsit a helytörténetről, egy kicsit Betlen Gáborról. Majd utána ott van egy lépcső, ez egy lejárati lépcső tulajdonképpen, azon kell lejönni, majd itt az alapsorban megnéznek a dokumentumfilmet, ott meg teáznak, kávéznak, kitanulnak, ez a program. Hát a tömegyelők idősek, ahol ebben a házban, mindjárt jobbra, van egy idős csinálépcső, ezért kell fölmenni. Ha a túl életnek bizonyul, akkor a lejárat is fel lehet lenni, tehát két bejárata, lejárata van a házban. A rajtóval szemben mindjárt jobb oldalt kell bemenni a házba, onnan kezdődik a kiállítás, és mindjárt az ajtóval szemben mellékhelyiségek vannak. Valami hát ennek a házon kívül is, ennek a területnek, birtoknak, helynek van egy története, ami hát igen fontos nekünk erdélyeknek, de azzal együtt, hogy Betlen Gábor itt született, azzal szerintem minden magyarnak fontos. Úgyhogy ezt érdemes megismerni, mert hát történelmi könyvekben leírják, hogy Betlen Gábor Marosi született, a fontot tesznek, és onnantól kezdve nem erős beszélnek erről a helyről. Hát lehet, hogy imit amott egy kis csalódás éri önöket abból illetően, hogy hol is vannak. Hát azt gondolom, hogy a programban azt már látták előre, Betlen Gábor szülőházát fogják majd megnézni, és ez így is igaz. De, mint mondtam, volt ezt a történetet, próbálom önöknek kicsit felvázolni, kicsit elmesélni. Hát ugye Betlen Gábor több mint 400 évvel ezelőtt élt, ez a település is, hát több mint 400 éves, közel 800 évvel ezelőttről van nekünk úgymond írásos adat arról, hogy ez a hely létezik, és az akkori fejedelem a mostani budapesti Margit-szigeti apácáknak adományozza Marosijét, ennek mindenféle birtokaival. Ezek az apácák használtak kb. 200-250 évig, 1400-as évek közepén újra említenek egy bizonyos családot, akikhez kerül ez a birtok, Dienesi nevű család, akik hát építenek egy bizonyos castrumot. Ez a castrum, ez egy kisebb erőd, kisebb kastély volt, és innentől kezdve itt Marosijének megnő a hadászati jelentősége. Annál is inkább, mert megtörténik ugye a mohácsi vész, ezt önök is tudják mikor volt. A mohácsi vész után, hogy a törökök elfoglalták Magyarországnak a nagy részét, közeledtek ide Erdély fele, elfoglalták Temesvárt, utána Solymosvárát, vagy Lippavárát, és az erdélyeknek valahol határt kellett húzni, hogy a török ne tudjon tovább behatolni Erdélyben, ne nyerjen területeket. Éppen ezért a mohácsi vész után 1560-as években különféle adókkal, pénzekkel támogatták, hogy itten Marosijén határt építsenek. Úgyhogy neki is álltak, és elkezdtek építkezni. Végül is a völgy egyik végéből a völgy másik végéig építettek egy nagy, hosszú várfalat, amiben bástyákat építettek bele. Na most, ha valójában meg kéne fogalmazni, hogy hol is vannak, hát az egykori marosijai várnak egyetlen fennmaradt bástyájában, a Veres bástyában. Ugyanis hát 1576-ban Betlen Farkas az, aki ide költözik feleségével együtt, akkoriban ez a ház már létezett, nem volt más jobb, ide költöztek ebbe a házba, és egy jó ideig itt laktak addig, amíg megépült a saját rezidenciájuk itt a várövön belül. Betlen Farkas, ő Bátori István fejedelemtől kapta meg ajándékba, adományba, hát itt az ilyei birtokokat.
itt lehet látni, de a szomszédszobában is lehetett, tehát Bátor Istvánnak az adományozó levele, amelyet Betlen farkas megkapja itt az Ijei várat, azzal a megbízatással, hogy Felzebelnek a várnak a munkálatait, és ő legyen itt a várkapitán. 1576-ban, mi mondtam volt, ide is költözik, és érdekes, hogy akkoriban ez a ház már meg volt épülve, ez már létezett, nem volt más, ahova költözzenek, mint ez az épület, úgyhogy legelőször ebbe költöznek, és egy darabig itt laknak, addig, amíg befejeződik a várnak a építkezése, illetve addig, amíg megépül a saját rezidenciájuk. No, de amíg itt laknak, addig úgymond Betlen Farkas arra törekszik, hogy ezt a házat is beleépítse, beleszője ebbe a várba, várfalba, így lesz ennek a régi várnak egyik bástyája. Létezett még ezen kívül három ilyen bástya, de ez volt az egyetlen, amiben lehetett lakni. Pont ezért is egy jó darabig itt laktak, és hát arra vonatkozóan, hogy a család itt lakott ezen a helyen, ahol önök most vannak, hát van néhány ilyen kézzel fogható, úgymond bizonyíték, ami igazolja azt, hogy a család itt lakott. Hát az egyik ilyen erős tárgyak, azok látták, nem maradtak meg, de mondom, van néhány ilyen kézzel fogható bizonyíték. És az egyik ilyen bizonyíték az itt van az önök feje fölött. Picit felnézek oda a boltívbe, nem a mozgásérzékelőre gondoltam, hanem a címerre. Ott lehet látni ezt a családi címet. Ott nagyon szépen monogrammozva van benne, hogy BF, tehát Betlen Farkas. És hát az az igazság, hogy annak idején ez ki volt festve ez a ház. Kívülről, belülről nagyon szépen ki volt festve. Manapság csak néhány falként töredék maradt meg abból a kifestésből, hát ugye több mint 400 éves, ezen a falon lehet majd idefinn látni. Néhány ilyen indadíszek, virágmotívumok borították körbes körül a házat. Hát odafön a címerben, hogy mi is van, azt itt egy kicsit Attilát eltakarom. Ez Betlen hadjárataira. És ott középen lehet látni ezt a motívumot, ezt az egy nyillal átölt két madarat, amiről van egy legenda, azt mondja a legenda, hogy Betlen Gábornak a nagyapja, ugyancsak Betlen Gábor volt, olyan jó nyilász volt, olyan jó célzó volt, hogy sikerült egy vadászat alkalmából nyakonlőnie két vadlúdat, elvitte az akkori fejedelemnek, Bátorinak, Bátori pedig ezt adományozta neki címeréül. Innen ered a címernek a története. Ugye balról a székely zászló, jobbról pedig a szászok zászlaja, az a hét bástya, 700 települést jelképez, ahova Betlen Gábor szászokat telepített. Ott meg ilyen tintahalak van. Tényleg úgy néz ki, mint egy tintahalak. Hát van, ami olyan. Hát lehet ezt a szép... De hát ezen a környéken nem volt. Sár... No. Hát amikor szóltam erről a sárkányról, akkor ez a Betlen Gábornak az első házasságából lehet ilyen motívum. Létezik még ezen kívül még egy ilyen bizonyíték, mint ez, amit itt ható félfának a túloldalán nagyon szépen bele van írva, bele van faragtatva, hogy ez Betlen Farkas csináltatta 1582-ben. Ez egy eredeti írás. Kiömlött? Nem. Ja, üres. Csak azért nem van mi. Tehát itt van ez az ajtófélfa, ennek a túloldalán. Jó, itt vannak a Kennedy-sek. A ajtófélfán túloldalán szépen bele van írva, faragtatva, hogy ez Betlen Farkas csináltatta 1582-ben. De ebből tudjuk aztán, hogy igenis a család az itt lakott, de ezen kívül 1582-ben Betlen Farkas befejezte ennek a végvárnak, a határnak az építkezését, és annak alapköveként rakatta ezt az ajtófélfát, üzenve valahogy a jövőnek, hogy hát ezt az egész ijei várat, végvárat, határt, ezt ő építette. 1582-ben fejezte be.
Időközben megszületik Betlen Gábor, 1580. november 15-én lát napvilágot. A történészek azt mondják, hogy ez a Betlen szoba, Betlen terem. Valamikor itt láthatod napvilágot a nagy fejedelem. Egy biztos, hogy az írások azt mondják, hogy egy olyan házban született, amelynek szép boltozatos a mennyezete, és amelynek egyik ajtófélpályán, a frízében, tetejében szépen bele van faragtatva, hogy ezt az ő édesapja csináltatta 1582-ben. Ebből aztán következtetjük azt, hogy minden bizonyabb Betlen Gábor ebben az épületben, házban született. Születésétől kezdve aztán 1590-ig nevelkedik itt Marosi, ugye ez 10 év. 10 éves korára az édesapja meghal, megszületik Betlen Gábornak az öccse és Betlen István is, és már egy másik fejedelem van itt Erdélybe trónon, Báthori Zsigmond. Báthori Zsigmond elveszi az álván maradt gyerekektől a várat, el kell költözönnek innen Gyergyószárhegyre. Gyergyószárhegyen élt az édesanyának a testvére, Lázár András gróf, aki befogadta az álván maradt gyerekeket és a nővérét, és egy jó darabig ott élnek, ott medencselnek. Tehát 1590-ben elköltöznek innen Gyergyószárhegyre. Gyergyószárhegyen élt, mondom, az édesanyának a testvére, befogadta őket, egy darabig ott nevelkednek, és sajnos az anya is meghalt, és Lázár András gróf felajánlja az árván maradt gyerekeket a gyulafehérvári fejedelmi palotába, apródnak. Így kerül fel Betlen Gábor és Betlen István és a gyulafehérvári fejedelmi palotába, és innentől kezdve sorsuk megpecsételődik, hiszen a sorba jövő fejedelmeket szolgálja. Szinte nagykorúságukig, aztán nagykorúságukon túl Betlen Gábor szinte saját fejedelemségéig. 1608-tól Báthori Gábor lesz Erdély fejedelme. Báthori Gábor az pont Betlen Gábornak az elődje, Betlen Gábor volt az, aki felsegítette őt a trónra. A lényeg az, hogy Betlen Gábor ennek a fejedelemnek lesz a jobbja, Erdély legfontosabb diplomatája, és ő az, aki hát mindenféle ilyen politikai ügyet ő intéz. Körbejárja az országokat, tárgyal a környező népekkel, ugye a törökökkel és a nagybirodalommal. De sajnos ez a Báthori Gábor ahelyett, hogy a törökkel szövetkezett volna, aki nagybirodalom volt, hát ő ahelyett a Habsburgokkal próbál meg, hát úgymond viszonyt kialakítani, és ezt az erdélyi nemesek ezt nem látták jó szemmel. Aztán 1613 közepe táján meg is gyilkolták. No, de ennek a gyilkolásnak az elején, illetve 1613 elején Betlen Gábor és Báthori Gábor között nagyon elromlott a viszony, és Betlen Gábornak el kellett menekülnie innen Erdélyből. Soha menekülhetett volna máshova, mint a törökhöz, aki itt állomásozott itt Temesvárott. Úgyhogy Marosién keresztül tudjuk, hogy elmenekül ide a törökhöz, a török befogadja őt, és egy jó darabig védelmezi, ott van. Persze egy rövid ideig, megmondom, meggyilkolják ezt a Báthori Gábort, és hát egy rövid ideig nincsen fejedelem Erdélyben. Betlen Gábor pedig ott tartózkodik, tárgyal a törökkel, alkuszik, és hát kéri a török segítségét, támogatását abban, hogy ő legyen Erdély fejedelem. Hát ugyanúgy az volt, hogy a nagy birodalmak azok mindig beleszóltak a kisebb országok ügyeibe, belügyeibe is. Úgyhogy hát török segítségével aztán Betlen Gábor bevonul Kolozsvára, a török seregnek egy részével, ezt az erdélyi nemesek látják, hogy micsoda fejedelem érkezik, mennyi haddal, hogy még a török is mellé áll. És akkor támogatják, és akkor 1613. októberében megválasztják Erdély fejedelemmé. Valahogy itt röviden Dióhéjban így lett Betlen Gábor Erdély fejedelme. Amint fejedelemmé válik, hát első dolgai között az lesz, hogy ugye Erdély határait megerősíti. Ugye itt Marosire is határ volt, ez hál' Istennek ez a vár már állott, bástyával, mindennel, de hát még mindig kellett erősíteni, hiszen a török az még mindig itt volt, tehát szomszédság van, úgyhogy el is rendeli Betlen Gábor 1619-ben, már jó alapjai voltak a gazdaságnak, hogy hát 1000 válogatott katona védje állandóan itt Erdély határát, Marosié. Sőt, Betlen Istvánt, az öccsét bízza meg ezzel a feladattal,
aki aztán 1627-re tudja, hogy melyik az az épület, amelyben a nagy fejedelem született, és csináltat egy szép nagy márvány táblát, amit elhelyez itt a háznak a jobb oldalán. Hát sajnos ez a tábla mára már nincsen, nem létezik. Ezt a táblát elvitték az enyedi kollégiumban, ott őrizték körülbelül 100 évig. Ez nagyon szépen ki volt oda rakva a falra. 1848-as forradalom, amikor ez összetörött, nem maradt ránk. Mi ott diákok voltak ott a kollégiumban, mindenki leírkált azt a szöveget, úgyhogy a szöveg az megmaradt. Majd kapnak egy ilyen szép belépőjegyet. Ennek a belépőjegynek a hátán majd meglátják ezt a bizonyos írást, ami valamikor itt állott a háznak az oldalában. Ha elolvassák, ez latinul íródott annak idején, de hál' Istennek ezt lefordították magyarra is. Ez egy nagyon szép ilyen fejedelme dicsőítő írás. Hát igen ritka volt, hogy egy fejedelemről akkoriban talán itt Erdélyben valami szépet, valami jót írtak volna, és méltán, hogy 1627-re Bethlen Gábor ezt meg is érdemelte, sőt a nyugat-európai országok fejedelmei ki is tüntették. Ő kapott egy kitüntetést, úgy szólt, hogy a római szentbirodalom is Erdély fejedelme. Hát ezzel a kitüntetéssel Bethlen Gábor hát európai rangú fejedelemmé emelkedett. Azt jelenti, hogy elismerték az ő munkáját, és ezzel aztán egy időben, sőt előtte még hát a magyarok királyá választották. Ugye a koronát azt nem fogadta el, de így is a királyi listán, magyarok királyi listáján van rajta. Tehát Bethlen Gábor munkássága, a célja az volt, ugye, hogy a szétszakadt Magyarország területeit visszaszerezze. Három nagy hadjáratot indított, hát sajnos nem járt túl nagy sikerrel, mert a szövetségesek azok elálltak mellőle, de így is néhány vármegyét sikerült megszereznie. Tehát nagy célja az volt, hogy a szétszakadt Magyarország területei azokat visszaszerezze, azokat egyesítse Erdéllyel, és utána ezzel az erővel forduljon a török ellen, és visszaszerezze azt, amit a török elvett tőlünk Mohácsnál. Hát sajnos ez a nagy terve, ez nem sikerült, mondom, szövetségesek azok elálltak mellőle, de így is tette, illetve politikája, mindaz, amit tett, az erre felfigyeltek a nyugat-európai országok vezetői is, fejedelme is, és éppen ezért kapta meg ezt a címet. 1629-ig uralkodott. 1629-ben sajnos meghalt, két házasságából se jött, se született gyermek, úgyhogy 1629 után egy rövid időre, tehát halála után rövid időre a felesége Brandenburgi Katalin utána